Kedves nézőink, jó estét kívánunk! Tisztelettel köszöntöm mai beszélgető társainkat, Vince Lóránt urat, a Nemzetiségek Föderatív Uniónának elnökét, illetve Bartóti Amir urat, Gyergyószék területi elnökét is, Harita megye tanácsának alelnökét. A mai beszélgetésünk egyetlen dologra összpontosít, ez pedig aláírásgyűjtés. De mielőtt rátérnénk az aláírásgyűjtés helyzetére, hadd kérdezzük meg, hiszen nagyon keveset tudunk erről a föderációról, elnök urat, hogy mi is ez a föderáció, mivel foglalkozik, mi a dolga, és mit várhatunk tőle. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. A FUEN az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója a legnagyobb kisebbségi ernyőszervezet Európában, amelyet immár 68 évvel ezelőtt alapítottak, 1949-ben Párizsban, abban az időben, amikor a II. Világháború után a különböző páneurópai szervezetek létrejöttek, és azzal a szándékkal hozták létre az alapítók, hogy legyen egy olyan szervezet, amely egyesíti az őshonos kisebbségek érdekeit, és az ő érdekükben lép fel. Leomlott a vasfüggöny, persze, hogy a közép- és kelet-európai kisebbségek is csatlakoztak a szervezethez, később a volt szovjet tagköztársaságokban élő kisebbségi közösségek, így mostanra egy 95 tagszervezetet egyesítő szervezetről beszélünk 35 országból, ami azt jelenti, hogy hatalmas legitimitása van mindannak, amit mi Európában a kisebbségügyben teszünk, hiszen ezek a kisebbségi közösségek kb. 50 millióra tehető csak az Unióban az őshonos kisebbséghez tartozó emberek, és mintegy 100 millióra tágabb Európában. Ők abban bíznak, hogy az európai intézmények figyelembe veszik őket, tekintettel vannak az ő érdekeikre, és létrehozták ezt a szervezetet, hogy képviselje ezt az érdeket. A különböző intézményeknél a FUEN konzultatív tagja az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, az ENSZ-nek, és az Európai Uniós intézményrendszerrel is egyre intenzívebb a kapcsolat, hiszen az Európai Uniós intézmények fokozatosan fejlődtek, az Európai Parlament kezdetben nem rendelkezett semmi erővel. Mostanra a társdöntéshozóvá vált, tehát szép lassan értelme volt annak, hogy egy lobby kapcsolat alakuljon ki az Európai Parlamenttel is. Ezen kívül pedig a tagjaink megbízásából a kétoldalú kapcsolatokban is a párbeszédet szorgalmazzuk azt, hogy a tagállamok figyeljenek a területüket élő kisebbségekre, és a különböző regionális együttműködésekben is segítünk, hogy a kisebbségi érdekek megjelenjenek. Nagy megtiszteltetés érte Romániát, amikor az RMDSZ-nek köszönhetően Kolozsváron tartották májusban ennek az ernyőszervezetnek a kongresszusát. Mi újat tud hozni ez a kongresszus, és mi történt azóta? Számos fontos kérdést megvitattunk ezen a kongresszuson, többek között akkor indult útjára az aláírásgyűjtés a Boncidai kastély udvarán. Ilyenkor a kongresszusokon elfogadjuk azokat a dokumentumokat, határozatokat, amelyeket vagy a tagszervezeteink kérnek, vagy a FUEN gondolja, úgyhogy fontos véleményt mondani, és hát mind az európai érdekérvényesítésről szólnak, arról, hogy egyes kisebbségek esetében milyen tennivalók vannak a különböző országokban. Ugyanakkor, mivel itt volt Erdélyben, természetesen nekünk a célunk az volt, hogy megmutassuk az erdélyi magyarságot, megmutassuk a székelyeket, rávilágítsunk arra, hogy amikor mi Európában azt mondjuk, hogy nem tudunk párbeszédet folytatni a román többséggel, mert elutasítják ezt a párbeszédet, akkor ezt a kongresszuson is igazolva látták, hiszen nem jött oda a román állam egyetlen képviselője sem erre a rendezvényre, holott azért hagyomány minden országban, ahol kongresszus szervezünk, ott az államképviselői eljönnek, a külügyminiszter, van ahol az államelnök, de itt Romániában teljes elzárkózást láthattak a FUEN tagszervezetek, és egyben igazolva látták azt, hogy amit mi mondunk, az valóban így igaz. Hát segítettek végül is. Igen, ezzel segítettek, hogy ráébredt mindenki, aki itt volt, hogy van itt egy 1.200.000-es közösség, amelyet az az ország, amelyben élnek, nem akar tudomásul venni, nem fogadja el azt, hogy
mi a jogaink bővítését kérjük, hogy a törvények betartását kérjük, hogy az iskoláinkhoz ragaszkodunk, a feliratokhoz, zászlóhoz és egyéb közösségi ügyeinkhez. Az identitásunkat szeretnénk megőrizni, úgyhogy ehhez biztosítson keretet a román állam. Ezt nem teszi, de ezt most nagyon jól látták a vendégeink, és úgy mentek haza, hogy ezentúl ők is nagykövetei az erdélyi magyar ügynek, tudják, hogy milyen lépésekre volna szükség az esetükben. Errefelé jövet az jutott eszembe, hogy nem fogok angol szavakat használni, ezért használtam a magyar változatát az ernyőszerzet megnevezésének is. Ezt Barti úrtól tanultam, hogy amikor az ember megy valami felé, akkor gondolkozzon. Na, én most azon is gondolkoztam, hogy mit tudott tenni Gyergyószá Miklós annak a boncidai aláírásnak a folytatásaként? Talán mielőtt erre válaszolnék, kiemelném azt, hogy milyen fontos, hogy egy erdélyi magyar ember, egy Maros megye, egy vásárhelyi magyar ember vezeti ezt a föderációt, ezt az uniós szintű szervezetet, hiszen ha azt veszük figyelembe, hogy 68 éves szervezetről beszélünk, és több mint 50 millió kisebbséget tömörít, a hangja az erdélyi magyarságnak nagyobb, mert az RMDS vagy bármelyik politikai szervezet vagy érdekvédelmi képviselet Erdélyben ugyebár a 1,5 millió magyarsággal tud előállni, magyarság igényével tud előállni. Nem ugyanaz a kérdés, vagy nem ugyanaz a helyzet akkor, amikor 50 millió kisebbségnek a nevében szólal fel egy szervezet, és ezért roppant fontos, talán nem is érezzük annyira, nem is tudjuk felfogni teljes egészében mi sem, akik érdekképviselettel foglalkozunk nap, mint nap, hogy mennyire fontos az, hogy valaki a döntésekbe, ilyen értelemben, uniós szinten is hozzá tud tenni, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy Vince Lorán személyében egy erdélyi magyar ember vezeti ezt a szervezetet most, és tud segíteni abban, hogy az erdélyi érdekképviselet az még teljesebb legyen, még hangosabb legyen uniós szinten. Annak tükrében főleg, hogy 2018 centenárium év az egy új kihívás a párbeszéd értelmében, a magyar-román párbeszéd kérdésében, és az, hogy uniós szinten van egy érdekképviselet, ahol egy olyan magyar ember vezet, amit egy olyan magyar ember vezet, aki érzi az itthoni realitást, az milyen súlyt tud adni a különböző döntéseknek uniós szinten. Ezt a kitérő után pedig el szeretném mondani azt, hogy igen, Gyergyószék hozzátette a maga részét már most is ehhez a kezdeményezéshez, és meg szeretném köszönni a gyergyószéki lakóknak, hogy aláírták és aláírásokkal támogatták ezt a kezdeményezést. Gyergyószék minden településén gyűjtöttünk aláírásokat, és igyekeztünk informálni a lakosságot, hogy miről is szól ez a kezdeményezés. Még azt gondolom, van munka vele. Több mint 11 ezer aláírás gyűlt össze Gyergyószéken az elmúlt hónapokban. Nem állunk meg az aláírás gyűjtésével, és arra kérem a gyergyószéki lakókat, hogy támogassák aláírásokkal ezt a kezdeményezést. Ez nem egy RMDS kezdeményezés, ez egy összmagyar kérdést próbál kezelni a mi szemszögünkből. Ez egy kisebbség, egy őshonos kisebbségnek a védőernyője akar lenni, a védőcsomagja akar lenni, és nekünk ez nagyon fontos, és szerencsére minden egyes politikai párt, erdélyi és magyar politikai párt, magyarországi, anyaországi politikai párt is támogatta ezt a kezdeményezést. Látjuk mi is nap, mint nap a magyar TV képernyőkön keresztül, hogy milyen viták vannak például a magyar parlamentben. Ezt a kezdeményezést egyhangon szavazta meg a magyar parlament, akkor, amikor vitáznak nagyon sok kérdésben. Ez is bizonyítja azt, hogy mindenki érzi a súlyát ennek a kezdeményezésnek és a fontosságát uniós szinten. Az erdélyi magyarság újraértékelődik, ha lehet azt mondani, európai uniós szinten ezen a kezdeményezésen keresztül. Hiszen olyan mennyiségű aláírást tudunk letenni most az asztalra, az Európai Unió asztalára a FUEN segítségén keresztül, ami ismét megmutatja azt, hogy milyen jelentős magyarság van a határokon túl. És mondanék egy egyszerű példát, mi is szoktunk kijárni, ilyen nyílt napokat szoktak az Európai Régiók Bizottságában szervezni, és egy alkalommal én is kint voltam, ahol a régiókat mutatjuk be, Hargita megye egy régió, és ott mi úgy jelentünk meg, hogy ilyen székelytermékeket vittünk, és kóstolókat adtunk az ott járókelőknek. Természetesen népszerűek voltunk, mert enni és szörpöket inni. Gyomrán keresztül általában. Pálinkát is megkóstoltattuk természetesen mértékkel,
Sokkal többen nincsenek hozzászokva, így van. Sokkal többen jöttek a mi standunkhoz, mint ott, ahol szórólapok voltak. Csak ott is megnézték, mert gyönyörű térségei vannak, régiói vannak az Európai Uniónak, de az ételért, a kóstolóért oda jöttek, és több időt tudtak tölteni, és mikor ez idő alatt próbáltuk angolul elmondani nekik, hogy mi őshonos kisebbségek vagyunk, és valójában mi nem költöztünk sehova, hanem a határok költöztek, akkor elég volt az a 3-4 perc, hogy megértsék, hogy tényleg van egy ilyen jelenség az unión belül, hiszen az új generációk főleg nem tudják ezeket a történelmi valóságokat. És ez a kezdeményezés ismét előtérbe tudja hozni ezt a történelmi igazságtalanságot, vagy ezt a realitást most, hogy vannak őshonos kisebbségek más országokban. Gyergyószék a több mint 11 ezer aláírásával, amit igyekszünk minél fennét torrászni, hozzáteszi azt a szeletét, amit hozzá kell tegyen az erdélyi magyarság védelmében, és köszönet jár még egyszer a gyergyószéki lakóknak. Remélem, hogy el tud jutni az üzenet minél több gyergyószékihez ezáltal. Ez a 11 ezer annyit jelent, hogy körülbelül egy ötöde a medencének már leadta szavazatát. Milyen módon gyűjtik ezeket az aláírásokat? Bekopognak, vagy be kell kopogjunk mi? Több módja van, köszönöm a kérdést. Az egyik az az önkénteseink házról házra próbáltak és jutnak, próbálnak eljutni minél több személyhez. Kértük több intézmény segítségét, hiszen ez nem egy pártpolitikai kérdés, még egyszer kiemelném, hanem egy magyarság kérdés. Gyergyóban most már erről nem beszélhetünk. Így van, hiszen egy nagyon jó együttműködés van, és az MPP ugyebár parlamenti pártként is bent van a parlamentbe az RMDS-szel karöltve. Tehát nem egy pártpolitikai kérdésről beszélünk, az intézményvezetőinket megkértük, hogy segítsenek, a fiatalokat megkértük, hogy segítsenek az aláírásgyűjtésben, de ugyanakkor voltak, akik jelezték, hogy nem jártak náluk, de alá szeretnék írni, ezek pedig bejöttek az RMDS székházhoz, megkeresték a polgármesteri hivatalokat falvakon, mert a falvakon RMDS székháza kevésbé vannak. Viszont itt Gyergyószentmiklóson a központon az RMDS székházba feljöttek többen, még a főzőverseny alkalmával is keresett meg egy idős úriember, aki mondta, hogy alá szeretne írni, vagy hogy aláírt, hiszen azt beszélték otthon, hogy alá kellene írni. Tehát minden eszközt próbálunk felhasználni ahhoz, hogy minél több személyhez eljussunk, és aki tud ebben segíteni, annak nagyon szépen megköszönjük, és kérjük a segítségét, hiszen minél több gyergyószékivel szeretnénk ezt aláírni, hiszen súlya van ennek a kezdeményezésnek, és meg kell tudjuk mutatni azt, hogy minél több gyergyószéki támogató van ebben a kérdésben. Elnök úr, mit kellene tudnia annak a polgárnak, aki még így úgy hisz abban, hogy eredményeket lehet elérni tárgyalások útján is, elfelejti azt, hogy hányszor átverték, hogy mi fekszik hol is, mi nem tud előbbre lépni bizonyos olyan akadályok miatt, amik bárhol a világon elhárulhatnának egyetlen egy tolvonással. Mivel tudja biztatni ezeket az embereket, hogy az ön által vezetett szervezet tevékenysége hathat? Én hiszek abban, hogy a munkával eredményt lehet elérni. Maga ez a polgári kezdeményezés, ahova most eljutott, ez nem a véletlen műve, és nem egyik pillanatról a másikra történt, hiszen ez egy 6 éves harc tulajdonképpen. Amikor kidolgoztuk a csomagot, az Európai Bizottság elutasította a bejegyzést, azt mondta, hogy ezzel nem akar foglalkozni, úgyhogy bepereltük az Európai Törvényszéken ezt a döntést, és megnyertük ezt a pert. Tehát lehetett. Utána az Európai Bizottság átértékelte a helyzetét, és meghívott egy megbeszélésre az Európai Bizottság épületének a 12. emeletére, a főtitkárságra, a kezdeményezőket és a FOENT, és ajánlottak egy megegyezést, hogy a 11 eredeti javaslatból 9-et bejegyeznek, és azt ugye elfogadjuk-e? Persze, hát ez több mint 90%-os siker, apropó, meddig lehet elmenni, és akkor bejegyezték a kezdeményezést. Onnantól indulhatott el az aláírásgyűjtés,
Tehát ez egy olyan munka volt, aminek az elemeit, a tégláit úgy fokozatosan raktuk egymásra, és most már eljutottunk oda, hogy valóban az aláírások gyűlnek, és én nagyon hálás vagyok a gyergyószéki embereknek, az RMDS támogatásának, hogy ez az ember tömeg is mögöttünk van, amikor a munka folytatódik Európában a kezdeményezésért. És gondoljuk el azt, hogy az aláírások egynegyede majd innen származik Romániából. Tehát ez hatalmas erőt jelent, már az első pillanattól kezdve itt az RMDS-ben találtuk ki ezt az ötletet, ezt a polgári kezdeményezést. Csak 2012 óta lehet ilyen javaslatokat tenni az Unióban, és mi azt mondtuk, ezt használjuk ki a kisebbségek érdekében, a magunk érdekében, de csomagoljuk be egy ilyen európai polgári kezdeményezés formájában, aminek valamennyi őshonos kisebbség a nyertese lesz. És akkor gondolkozni kellett, hogy hogyan adjuk el ezt az egészet. És mondta az elnök úr az imént, hogy kevesen tudnak arról, hogy 50 millió őshonos kisebbség él Európában. Ez valósággal féltve őrzött titok. És ebből indul ki az az üzenetcsomag, amelyet Európában megjelenítünk. 6 történet, 6 különböző európai kisebbségi közösség problémái, amelynek a megoldása a Minority Safe Pact csomag, és hát ezzel vesszük rá az embereket, hogy írják alá a kezdeményezést. Ez a bűnös 1 milliós szám, hogy kerekedett ki? Miért 1 millió? Miért nem 2 millió? Miért nem 500? Hát ez az előkészítő folyamatban, ebben egyeztek meg az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban, és van még egy fontos feltétel, amelynek teljesülnie kell, hogy 7 tagállamból egy minimális számú aláírást össze kell gyűjteni, ami ugye biztosítja azt, hogy legyen egy területi szórása az aláírásoknak, nem mondjuk egy országból, Németországból 1 millió aláírást összegyűjteni, nem nagy kunszt, de akkor az egy német kezdeményezés, és senki más nem vesz ebben részt. Tehát 7 országból minimum össze kell gyűjteni ezeket az aláírásokat, amelyek összeadva nem hozzák ki az 1 milliót, ha kicsikre gondolunk. Ezért volt fontos az, hogy az erdélyi magyarság 4 millió aláírást vállalt, az RMDS elnöke Kelemen Hunor ennyit ígért, és hát ezért lesz fontos az, hogy Magyarországon kb. 400 ezer aláírás meglegyen, hogy gyűjjön a nagy szám is, gyűjjön a millió is. De hát ez egy véletlenszerű szám, de hát ez így kerek tulajdonképpen. Az NFU szerepe nő vagy csökken a jelenlegi politikai helyzetben, hiszen nem, hogy nemzetségekről, nemzeti kisebbségekről beszéljenek, hanem egyenesen nemzetállamokról sem szívesen emlegetnek már egyes hatalommal rendelkező emberek. Fontos az, hogy ott legyünk a különböző régiókban, a különböző intézményekben, a különböző rendezvényeken az őshonos kisebbségek problémakörét felvessük. Azért jó volt látni a múlt héten a régiók bizottsága helyt adott a mi konferenciánknak, amelyen ott volt Karintia kormányzója, Schleswig-Holstein tartomány kisebbségügyi biztosa, a belgiumi németajkú közösség miniszterelnöke, a régiók bizottságának az elnöke, számos más régiós vezető, Borbély Csaba is a Hargita megyei tanács elnöke, hiszen a régiók bizottságának is a tagja. Tehát egy olyan kört sikerült az asztal köré ültetni, amelyre nem volt még példa a régió bizottságában. Hogy a régiós együttműködést az őshonos kisebbségek hasznosításával hogyan lehet tovább fejleszteni. Nagyon jól együttműködnek a régió gazdasági, kulturális vagy szállításügyi témákban, de valahogy ebből kimarad az, hogy ha őshonos kisebbségek élnek a területen, ők mivel járulnak hozzá, ők hogyan lesznek nyertesei egy-egy regionális kapcsolatnak. Tehát ilyen típusú munkán lehet ezt az ismertséget előre vinni, és ne feledjük el azt, hogy Európa folyamatosan átalakul, nekünk nem mindig tetszik, hogy milyen irányba megy el, de hogyha ott vagyunk a döntések közelében, akkor megvan az esély annak, hogy az általunk jónak tartott irányba, vagy a mi témáinkban jó irányban alakul. Mit tapasztalt nálunk, vagy más országban mennyire használják ki a politikusok a nemzetiségeknek a szerepét?
Ez nagyon változó, attól függ, hogy milyen politikai súlya van a kisebbségi közösségeknek, úgymond politizálnak-e a nemzetiségek. Vannak olyan országok, ahol a kisebbségek nem indítanak jelölteket a választásokon, hiszen nem tartják fontosnak, betagolódtak más többségi pártokban, mert olyan körülmények között élnek, hogy az úgy célra vezető a számukra. Nemrégében voltam a hét elején Zágrábban az ottani nemzetiségek, találkoztam, és ott az a helyzet fordul elő először, hogy az ő szavazataikkal működik a kormánykoalíció, működik a kormány. És természetesen nacionalista indulatokat gerjesztett a parlamentben és a társadalomban, hogy hova jönnek a kisebbségek, hogy eldöntsék az ország sorsát. Mondtam nekik, hogy a mi tapasztalatunk azt mutatja, mi ugye 97-ben léptünk először kormányra, az RMDS, hogy az első nehéz, másodszor már nem olyan ördögtől való, és megszokottá válik a társadalomban, tehát ettől ne féljenek. De a politikai aktivizmus az nagyon eltérő a különböző kisebbségekben, ez most is látszik az aláírásgyűjtés során, tehát ahol nem olyan jól szervezettek, nem ismerik a kampányokat, ott nehezen megy az aláírásgyűjtés, egy csomó tapasztalatot innen az RMDS-ből viszünk el, és mi koordináljuk az európai kampányt is, hiszen azok a szervezetek, akik mondjuk néptánc találkozókat szerveztek, vagy különböző kulturális összejöveteleket csak, és nincsen politikai aktivizmus, ők nem tudják, hogy hogyan kell egy jó aláírásgyűjtést megszervezni. Most már 2005 óta a 13. évbe lépünk lassan a kisebbségek jogállásáról szóló törvény jegelésében. Fog tudni ez itt nálunk, vagy, és mit tud tenni az önök szervezete annak érdekében, hogy Bukarest is mozduljon? Mi minden alkalommal elmondjuk, hogy a román társadalom az etnikum közi együttélés szempontjából fontos volna erre a kerettörvényre, amely a romániai magyarság ügyeire nem adna 100%-ban választ, vagy pozitív választ, de mindenképpen a kulturális autonómiának az elfogadtatása törvény által ez egy nagyon fontos előrelépés lenne számos közösségünk számára. Ebben a pillanatban azonban azt kell látni, hogy a parlamentben nincsen egy olyan többség, amely kedvezően viszonyulna a kisebbségi kérdéshez, sőt ez a nacionalista hangulat, amely felkorbácsolta a kedélyeket, ez valósággal lehetetlenné teszi, hogy most egy ilyen téma napirendre kerüljön, de látnunk kell azt, hogy a kisebbségek sem támogatnak, sem támogatják ezt a törvényt, nagyon félve, nagyon halkan mondják el, pedig számukra is jó volna, ha lenne egy ilyen keretjogszabály, de ebben a pillanatban nem ennek a lehetőségnek áll a zászló, de azért jó, hogy ott van, és egyelőre még elővehető, amennyiben egy kedvező konjunktúra lesz. De nem szabad borulátó lenni, de én félek a jó esztendőtől, hogy marad a jégen. A jövő esztendőben mindenképpen, és én is az igazság, hogy nem sok jóra számítok, ami 2018-at illeti nemzetiségi szempontból. Románia ezt az évfordulót úgy készül megünnepelni, hogy az kirekeszti azokat, akik nem érzik magukénak az ünnepet, az erdélyi magyarokat, ahelyett, hogy megkereste volna azokat a hidakat, azokat a kapcsolatokat, amelyek összekötik a közösségeket, és egy kihasználta volna ezt az alkalmat arra, hogy békejobbot nyújtson, olyan gesztusokat tegyen a magyarság fele, hogy együtt tovább gondoljuk a jövőt, és végre új alapokra helyezzük az etnikum közi kapcsolatokat, mint ahogy ez sok országban bekövetkezett, sok hasonló háborús helyzetből a német-dán határvidéken még a II. Világháború után is ropogtak a fegyverek, és aztán végül mostanra egy olyan békés együttélési modell alakult ki a kisebbségek között mindkét oldalán a határnak, hogy ez egy szimbiózis, tehát nincs olyan döntés, amiben meg ne kérdeznék a szomszédban élő kisebbséget is. Sajnos Romániában ettől ma távol állunk, és ez egy elodázott lehetőség. Ez nagyon káros, és ezt majd kiegészíti 2019 elején, hogy román elnöksége lesz az Európai Tanácsnak. Számoljunk azzal, hogy esetleg a Minority Safe-ek is akkor kerül törvényhozási szakaszba, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak semmiképpen, úgyhogy hát én nem mondom azt, hogy pessimista vagyok, de realistán kell nézzünk az előttünk álló időszakra. Márciusig tart az aláírásgyűjtés?
Igen, tehát március végéig szeretné a FUEN, hogy összeálljon és leadódjon az aláírásgyűjtés ív csomaga. Itt mi Gyergyószéken azt szeretnénk, és az RMDS szinten azt beszéltük, hogy december 18-áig gyűjtsük az aláírást. Mi, ami számítást vettünk figyelembe, hogy a 11.200 aláírás Gyergyószékről gyűjtsük be, amit jeleztem, már begyűjtöttük, tehát 11.200 aláírás fölött vagyunk már, viszont szeretnénk folytatni. És ahogy mondtam, és itt ahogy elhangzott még, hogy a jövő év mennyire vagyunk borulátok, vagy nem vagyunk borulátok, mindenképp egy új kihívást jelent számunkra, és ez a csomag, az, hogy uniós szinten tárgyalódik a kisebbségek kérdése a jövő évben, segít nekünk abban, hogy itt a romániai helyzetet is, az romániai valóságot is tudjuk megmutatni. És sok vita van arról, hogy az RMDS támogatja a kormánynak egy-egy kezdeményezését, vagy nem támogatja. Itt azt kell látni Románia szinten, hogy az ellenzék, a Nemzeti Liberális Párt, az egy nagyon-nagyon mély nacionalista hangnemet ütött meg az elmúlt időszakban, és egyszerűen elzárta azt a lehetőséget, legalábbis most, hogy egy együttműködés legyen a Liberális Párt és az RMDS között. A Szociáldemokrata Párt sem kedvel jobban, mint más. Tehát azért azt vegyük figyelembe, hogy a román szervezetek, román politikai pártok nem azért működnek együtt az RMDS-szel, mert annyira szeretnek, hanem egyszerűen szükség van néha a szavazataira, az RMDS szavazataira, amit tud adni a parlamentben. És ezt, ennek tudatába kell legyünk, ez nem egy szerelmi kérdés, hanem ez egy politikai, száraz politikai tény. És elnézést, ezért nagyon fontos az, hogy egy-egy kezdeményezésben, amelyben bele tudunk szólni, kormányzati szinten próbáljunk beleszólni, illetve próbáljuk arrafelé terelni. Ez nem mindig sikerül, mert ugyanúgy lehet látni azt, hogy a Szociáldemokrata Párt részéről is milyen nacionalista hangvétel van néha, de talán néha próbálják visszafogni magukat, már csak azért, mert együtt kell velünk működjenek néha, mindazok mellett, hogy a szavazatainkra most konkrétan, ha a matematikai szavazást veszük figyelembe, nincs szükség, de egy-egy esetben, amikor nincsenek mind jelen a parlamentben, például egy ülésen, akkor szükség van bizabiz az RMDS szavazataira, és nekünk gyergyószékieknek azt figyelembe véve, hogy gyergyói szervezet, a területi RMDS úgy szerveződik, hogy egész Tölgyesig, Marosfőtől Tölgyesig vannak a települések jelen ebben a szervezetben, egy nagyon-nagyon jelentős szórványbeli kérdésről is kell beszéljünk, hiszen a megye északi része, a Salamás, Galocás, Maroshévíz, Tölgyes környéke, vagy akár Marosfő is, nem ugyanaz a kérdés, mint ami vetődik fel magyarság szempontjából, mint ami felvetődik Remetén, Ditróba, Alfaluba, Csomafalván, hiszen másképp kell kezeljünk, ez egy nagy kihívás lesz szervezetünk számára, hogy hogy tudjuk ezt a kérdést itt kezelni, mert nagyon jól mozgolódtak a remetei aláírásgyűjtéskor, a remeteiek, a szárhegyiek, az alfalviak, a csomafalviak, a ditroiak, hogy egy néhányat említsek, és a gyergyószentmiklósiak is, viszont teljesen másképp kellett megközelíteni ezt a kérdést a szórványba, ahol a szervezet segítsége, vagy szervezettsége tud hozni, viszont el kell tudni magyarázni az ott élő magyaroknak, hogy ez milyen kérdés, és hogy visszaüthet-e vagy nem a közösségbe, mert azt arról nem esett szó, de Románia megtámadta ezt a kezdeményezést több ízben is, és most is, és minden fórumon próbálja ezt a kezdeményezést gátolni, és azt mondja uniós szinten, hogy ez ne legyen uniós hatáskör, ezt majd a tagállamok lerendezik. Nekünk természetesen nem ez az érdekünk. Tehát több kihívással kell szembenéznünk, ami a jövő évet illeti, és a kisebbségi törvények ebben a kontextusban, hogy tudnak célba érni és születni, akár autonómia törekvésekről beszélünk, bármilyen formájáról az autonómiának, egy nagyon kényes időszakról beszélünk. És lehet eljátszani azzal, hogy a kedélyeket hergeljük és bedobjuk, és mindig feszültségeket próbálunk kelteni, akármelyik félről beszélünk, de azt hiszem, hogy azt figyelembe véve, hogy a párbeszéd időszakát éljük, és szerencsére nem egy háborús időszakról beszélünk Európai Uniós szinten az elmúlt évtizedekben, ez ad reményt arra, hogy reméljük fel tudunk nőni arra a szintre, hogy egy komolyabb párbeszéd legyen. Mindazok mellett, hogy a kiadványunkban is elmondtunk, hogy 1000 év Erdélyben és 100 év Romániában vagyunk jelen. Tehát a történelem kerekei lassan örülnek, de úgy gondolom, hogy a történelmet nem lehet meghazudtolni, és
mindenki hozzá kell tegye azt a részét, amit hozzá kell tegye. Melyik azok a legfontosabb félelmek, amelyek izgatják ezeket a galócási, gyergyóhódosi, hullói, tölgyesi magyar embereket? De bármilyen kezdeményezés, ami egy nemzetiségi vonalon megy, és a kisebbségek, őshonos kisebbségekről beszélünk, a magyarság is egy őshonos kisebbség az Európai Unióban, mi is itt egy őshonos kisebbség vagyunk, az felveti azt a kérdést, hogy mit, mint magyarkodtok a románok szemébe. És azt figyelembe véve, hogy ezek együtt kell éljenek nap, mint nap, jóban, rosszban, tetszik, nem tetszik, azokban a közösségben együtt kell éljenek, amennyiben ezt a kérdést, egy magyarság kérdésről beszélünk, óhatatlanul az első reakciója a román többségnek, mondjam így, az az, hogy miért kell magyarkodni, miért gerjesztitek a feszültséget, és így tovább. És természetesen kényessé válik ettől a perctől kezdve. Vannak olyan, és nagyon sok barátom van nekem is, akik akár Bukarestben, vagy akár a megye északi részén román emberek, fiatalok, akik másképp kezelik ezt a kérdést sok esetben. És én ennek örvendek, elmondom nagyon őszintén, hogy az én korosztályom nyitottabb valahogy, Európára, ha lehet ezt mondani, többet járt az Európai Unióba, tudja azt, hogy minden egyén egy értéket képvisel, és a nemzetiségi hovatartozás az egy plusz értéket jelent, nem egy hátrányt. És az, hogy a magyarság itt van Erdélyben, és az elmúlt 100 évben, hogyha jövőben centenáriumot ünnepelnek egyesek, centenárium lesz, milyen értékeket adott a közösségnek, a romániai közösségnek, úgy összességében véve a magyar közösség, ha sport, ha tudományok terén, ha kulturális sokszínűségről beszélünk, és azt lehet látni, hogy a fiatalabb román értelmiségi nyitottabb, és jobban fogadja el azt, hogy igen, van egy egyediségünk nekünk, és egy szépségünk ezáltal, ami egy másság természetesen, de ami hozzáad, nem elvesz ettől a közösségtől, amelyben élünk. És valahogy a párbeszéddel ide kell eljussunk a megye északi részén is, hogy mindenki megértse azt, hogy függetlenül attól, hogy egyesek tévén keresztül politikai diskurzusokban próbálják gerjeszteni a feszültséget, mert érdekük sok esetben politikailag ezt megtenni, mi attól együtt kell éljünk, és ha a történelem ide sodort, akkor nézzük meg, hogy egészítsük ki egymást, hogy tudunk egymásnak olyan értékeket felmutatni, amelyek reálisak. Úgyhogy van nagyon sok ledolgozni valónk, és nem minden nap érzik ugyanezt a tömb magyarságban élő székelyföldiek a szorványhoz. Nem, mert mi egyszerűen ezt el se hisszük, amit most tetszett mondani, ezt őszintén mondom. Tudnék, nagyon kevés olyan román emberrel találkoztam, aki úgy gondolkozott volna, mint az ön barátai. Tehát más jelenti, korosztály vagyunk. Erről van szó, más korosztály, és más szobák, más hangok. Ennek örvendek, hogy ezt ismertette velem is ezt az álláspontot. Hogy állunk az Unióban nagy közös összefogással, a nemzetiségek összefogásával, közös akciótervével? Hát mi mindannyian tudjuk, hogy mit akarunk, és ez egy nagyon fontos értéke ennek a szervezetnek, hogy e mögé, a kezdeményezés mögé minden kisebbség felsorakozott. Azok is, akik jobb helyzetben vannak, hiszen a déltiroliak az autonómiájukkal, a Finnországban élő svédaikor mind-mind olyan helyzetben vannak, ami felé mi törekednénk, csak nem valószínű, hogy rövid időn belül is érjük azt a jó állapotot, de ott vannak azok a közösségek, amelyeket el sem ismer az állam, amelyben élnek, Görögországban vagy Franciaországban, és hát köztük nagyon sok olyan közösség, mint az erdélyi magyar is, amely rendelkezik bizonyos jogokkal, de többet szeretne, vagy nem kapja meg azt a megbecsülést a társadalomban, amelyben él, amelyet szeretne, és ennek ellenére, hogy ilyen változatos ez a kisebbségi kör Európában, össze tudtuk kapcsolni az érdekeket és megfogalmazni egy közös célt. Mindenkinek jó, mindenkinek fontos az, hogy legyen egy Európai Uniós támogatás, a jogok szavatolása Brüsszelből történjen meg, hiszen az is, aki jó állapotban van ma, tarthat attól, hogy lesz egy kedvezőtlen politikai többség, amely elvesz a jogaiból. És akkor, ha van egy Európai Unió, amely rászól az illető országra, akkor ez számára is fontos ebben a pillanatban, hogy harcoljon ezért a kezdeményezésre.
kezdeményezésért, akinek meg nyernivalója van természetesen, úgyhogy több joga lesz, annak még inkább fontos ez a kezdeményezés. Tehát ez egy nagyon jól összehozott javaslatcsomag, amelyben minden közösség megtalálja a maga érdekeit, és ezáltal a szolidaritást is erősítve mind-mind támogatják. Persze, mondom, ez más kérdés, hogy ezt az összefogást működtetni kell, és meg kell találni a módját annak, hogy megszólítsuk az embereket, eljussunk hozzájuk, aláírják ezt a kezdeményezést, és majd, mikor lejár ez az aláírásgyűjtés, akkor levonjuk a következtetéseket, és továbbfejlesszük a szervezeteinket. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió nem söpörheti le többet az asztalról a kisebbségi kérdést, ha mögötte lesz egy millió állampolgár támogatása, ha mögötte lesz egy erős intézményi támogatás több ország részéről, több erős régió részéről, és akkor végre rendezik az őshonos kisebbségek ügyét. Az Európai Unió egy ilyen gazdasági együttműködésként, egy gazdasági együttműködési klubként jött létre a második világháborút követően, és a kényes, kulturális, politikai ügyeket mindig lesöpörték az asztalról, mert olyan szereplők voltak az asztal körül, akik ebben nem tudtak megegyezni. Márpedig mindig a konszenzust keresték, de hogy Franciaország mindig egy államnemzetnek tartotta magát, amelyben nincs helye más nyelvnek és más kultúrának, mint a francia, az egyben azt is kizárta, hogy a bretonok és az oxitánok jogairól szó essen, vagy más kisebbségi jogok az asztalra kerüljenek. De annyit változott Európa, bekerült egy csomó új tagállam, amely magával hozta a súlyos történelmi örökségét, a rendezetlen nemzetiségi kérdéseket, hogy ez a konszenzusos politika ebben az ügyben nem tartható fenn. Ezt láthattuk, amikor Románia tagjelölt volt, és a koppenhágai kritérium rendszernek meg kellett felelni. Miután Románia már taggá vált, ezt a kritérium rendszert, ami kisebbségi jogokat, politikai jogokat tartalmazott, már nem kellett betartani, mert a meglévő tagállamok sem, a régi tagállamok sem tartották be ezeket a kötelezettségeket, és ez mi más, hanem kettős mérce, kint be kell tartani, bent már nem kell betartani. Tehát lassan ezek a kötelezettségek minden tagállam számára kötelezővé kell váljanak. Ezért most, amikor a szerbiai barátainkkal találkozunk, a vajdasági magyarokkal, más nemzetiségekkel, akkor elmondjuk nekik, hogy úgy tárgyaljatok most olyan törvényi szabályozásokat, harcoljatok ki magatoknak, hogy a csatlakozás után valószínűleg ennyivel maradtok egyelőre, mert van ez a kettős mérce fogalma az Európai Unióban, és hát ezt jó néven veszik, hogy ezt rá figyelmeztetjük, hiszen mi ezt már megtapasztaltuk, az erdélyi magyarok. Nem véletlen, hogy némiképpen csalódottak az Európai Unióban, hiszen azzal a szándékkal is lettünk tagok, és az erdélyi magyarság, az RMDSZ leghangosabb támogatója volt az uniós csatlakozásnak, hogy ott minden megoldódik a nemzetiségi kérdésben is, és hát ez nem így történt. És ennek ellenére mi nem mondhatunk le erről a témáról, folyamatosan napirenden kell tartani, mikor milyen eszköz sikerül találni. Én a Minority Safe Pact-et, ezt a polgári kezdeményezést egy ilyen eszköznek tartom, amit érdemes jól hasznosítani és maximálisan kihasználni, de vannak más eszközök, és azokkal is folyamatosan ezt a témát napirenden kell tartani. A különböző intézményekben ott kell lenni, az Európai Parlamentben, a Régiók Bizottságában, hogy felhívjuk az erdélyi magyar ügyekre a figyelmet, és most valóban a FUEN által egy lehetőséget kapott az erdélyi magyarság, a magyar, külhoni magyarok általában, de az egész közép-kelet-európai térség, hogy nagyobb figyelmet nyerjenek a FUEN-ben. Még mondjuk úgy Bécstől keletre nem volt elnök ennek a szervezetnek, ami azt jelentette, hogy a figyelem sosem irányult még erre a térségre. Ezen jó, hogy sikerült változtatni, és azon kell legyünk, hogy Nyugat-Európából a jó példákat elhozzuk ide Kelet-Európába is, hiszen ott azért jó megoldásokat találtak a legtöbb esetben. Most egy nagyon személyes kérdés, hogy sikerült elnöknek lenni?
Hát, mint ez elnök úr is tanúsítani tudja, a szervezetekben is a választási kampány arról szól, hogy meg kell győzni a szervezeti vezetőket arról, hogy amit mi szeretnénk, az jót fog tenni a szervezetnek. És a FUENre ráfért az, hogy egy új szemlélet alakuljon ki, hiszen egy picit magába forduló, egy picit túl a német vonalra összpontosító szervezet volt nyugat és Észak-Európára fordította a figyelmét, és elfelejtette azt, hogy nagyon sokat változott Európa, és ez a sok kis közép-kelet-európai kisebbség nagyobb részt kíván a közös dolgokból, és tulajdonképpen a kelet-közép-európai német kisebbségek ismerték fel ezt a leghamarabb furcsa mód, és ők mondták azt, hogy legyen egy közös jelölt, legyen egy közép-európai jelölt, és hát végül így sikerült elnyerni ezt a tisztséget. El kell mondanom azt, hogy mostanra egységes a szervezet. Nem volt könnyű, hiszen másfél év telt el mostanra a választás óta, és kezdetben nehezen fogadták el azt, hogy ez egy másfajta szemlélet, másképp szeretnénk dolgozni, professzionalizálni a szervezetet. Én 4 alkalmazottal vettem át a FUENt, most 25-en dolgozunk benne, több mint kétszerese a szervezetnek a költségvetése, tehát nagyon gyorsan sikerült jó dolgokat elérni, és mostanra valóban az elnökség is egységes, és közösen látjuk azt, hogy van fantázia ebben, és érdemes ennyire intenzíven dolgozni, hiszen valóban egy nagymúltú ernyőszervezet, amelynek már csak a történelme egy fontos névjegykártya, amikor különböző találkozókat szervezünk. Hogy csak egy példát adjak erre, ezelőtt 2 hónappal Frank-Walter Steinmeier, a német szövetségi elnök ellátogatott a FUEN Flensburgi irodájába. Nem azért, mert mi kértük a találkozót, hanem ő szeretett volna eljönni és megismerkedni ezzel a szervezettel. Ez pedig azt a megbecsülést jelenti, amellyel a FUEN bír Európában is, Berlinben is. Kivéve Kolozsvárt. Hát mindennek van egy első lépése, és én remélem, hogy a Kolozsváron is ugye kikerült a kétnyelvű helység névtábla a FUEN kongresszus előtt egy nappal, tehát én örvendek, hogy ez valamivel hozzá tudtunk járulni, hogy gyorsabb legyen ez a folyamat. Általában ugye, borozgatás közben az ember úgy mérlegeli a szavakat. Nemzeti kisebbség, nemzetiség. Mi a helyzet ezzel a két szóval az önök mérlegén? Van itt több szó is, tehát most csak kettőt mondtunk, de az az igazság, hogy erre nem sikerült egy jó meghatározást adni, vagy megtalálni azt a közös szót, amit mindenki elfogad, és én már úgy is vagyok vele, hogy erről ne nyissunk vitát, mert úgyse fogunk tudni megegyezni. Mi elfogadjuk az Európa Tanácsnak erről szóló meghatározását, ami hát arról szól, hogy olyan közösségekről beszélünk, amelyek több generáció óta élnek egy adott területen, és amelyeket meghatároz egy etnikai, nemzeti, nyelvi identitás, és hát ők meghatározzák magukat közösségként, vagy csupán nyelvi közösségként. Ugye ez is eltérő a kisebbség Finnországban nem svédnek tartja magát, hanem svéd ajkúnak. A dél-tiroliak sem azt mondják, hogy ők németek, hanem német ajkúak, vagy tiroliak egyszerűen. És mi itt Erdélyben rendelkezünk azzal a nemzeti öntudattal, hogy azt mondjuk, hogy közösség. Most ez a számunk is indokolja, hogy közösségnek nevezzük. Magyarországon például nemzetiség a törvény által is elfogadott meghatározás, Ausztriában népcsoportokat használnak. Tehát különbözőek vagyunk, és van, akit csak a nyelvidentitás határoz meg, de a lényeg az, hogy ugyanarra dobban a szívünk. Tehát az identitás megőrzése az a közös összetartó elem, és ezen belül is az anyanyelv. Tehát legalább az anyanyelv az a minden nemzetiség, kisebbséghez legközelebb álló kötőszövet, amely összetartja a közösségeket, és ebben harcolunk közösen is a FUEN-ben. Mindenki más anyanyelve, mindenkinek más az anyanyelve, de az anyanyelv megőrzése, az identitás megőrzése, ez összeköt valamit. De álmodni a saját anyanyelvünkön álmodunk. Sokat ígérnek, sokat ígértek, hogy a romániai magyarság helyzetét azt európai fórumok elé
viszik. Ezt ön is megtette már évekkel ezelőtt is. Az RMDS, ez tényleg tiszteletre méltó a részéről. Tehát ott fönt a Brüsszelben ott letette az észrevételeit. Mit lehet remélni ezekről? Hogyan fogják fogadni, hogyan fogják értékelni, esetleg mérlegelni a helyzetet? És mit tudnak tenni onnan? Ez egy olyan munka, ami folyamatos, ami soha nem áll meg, amiben nincs egy olyan pillanat, amikor elértük a célt. Tehát elsődleges célkitűzés az, hogy ismertetni a közösség problémáit, és ezt igyekszünk minél több helyen megtenni. Na most, hogy mikor érjük el azt a pontot, hogy elégedettek legyünk a sorsunkkal, azt nagyon nehéz most megbecsülni, de azáltal, hogy minden fórumon jelen vagyunk, a döntésekben részt veszünk, előkészítünk ilyen javaslatokat, mint ez a polgári kezdeményezés, ez nagyon fontos a jövőre nézve is, hiszen bemutatja azt, hogy a mi közösségünk itt akar megmaradni a szülőföldjén, és ezért hangosan kiabál. És ezt van, amikor Bukarestben később hallják meg, mint Brüsszelben. De ez a munka, ezt folytatni kell minden erővel. Az Európai Unió jövője egyelőre beláthatatlan. Akik ott élnek és ott csinálják, azok sem látják, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Nem biztos, hogy jó irányba megy most az Európai Unió, de mi azt szeretnénk, hogy az őshonos kisebb számára jó irányba mozduljanak el a dolgok, és hát legyünk optimisták, hiszen vannak olyan fejlemények Európában, amelyek felértékelik az ősi európai értékeket, az őshonos kisebbségeket, a nyelveket. Ez az, amihez ragaszkodnia kell az Európai Uniónak. Jövőre lesz az európai kultúra éve, és azt szeretnénk, hogy ennek a keretében bemutassuk az őshonos kisebbségeket, amelyek értékteremtő kultúrák Európában. Íme ez is egy lehetőség, hogy ott legyünk és megmutatkozzunk. Egy annyi kiegészítésem talán lenne, hogy maga ez a csomag, tehát az európai védelmet jogainknak, vagy minority safe pack-nek nevezik ezt uniós szinten, ezt a megnevezést kapta ez a csomag. Nagyon röviden ez arról szólna, hogy egy keretet hoznánk létre, amivel az Európai Unió kötelezné a tagállamokat, hogy ez a minimum, amit az ottani kisebbségeknek kell biztosítson a tagállam. És ez nekünk azért fontos, mert az utóbbi években is, de az elmúlt időszakban nagyon sokszor voltak viták, ugyebár a zászló használat kapcsán, perek a nyelv használat kapcsán. Úgy sorra elvesztítettünk. Nagyon sokat, így van, nagyon sokat, hiszen a román törvénykezés az olyan, amilyen. Tehát ezt már nagyon sokan megszokták, és megszoktuk, hogy sokszor pont ott nem segít, ahol kellene segítsen, és a kisebbségek kérdésében például úgy gondoljuk, hogy nem kellene bízni, és azért fontos a FUEN-nek a támogatás ebben a kérdésben, hogy nem csak a tagállam, tehát nem Románia kell meghatározza a kisebbségi kérdésekben a törvényeket, hanem legyen egy minimum, amit az Unió kötelezi a tagállamokat, hiszen emlékeznek nagyon jól arra a sajnálatos esetre, amikor például Szlovákiában is volt, amikor azt a magyar lányt megverték, és felszólaltak többen, Európai Parlamentben, több helyen, és az Uniónak az volt a válasza, hogy ez a tagállamnak a kérdése, mármint a kisebbség kérdése is, ő kellene kezelje. De a nőket ettől függetlenül lehet verni. Nem, ez nem igaz. Viszont, és az utóbbi időben ugye már találkoztunk azzal, amilyen furcsa volt számunkra, az úgynevezett geoblocking, ami arról szólt, hogy a magyar közvetítést, a magyar tévékbe itt Romániában nem tudtuk nézni, ha bár ment nálunk is az illető adó, de amikor vetítették azt az olimpiát, vagy bármilyen nemzetközi sporteseményt, akkor nem volt jel, úgymond, tehát akkor nem volt adás, kódolták az adást, és mert hogy egy másik tagállamba, az illető tagállamnak a nyelvén lehet csak nézni, tehát csak román nyelven lehetett nézni a sportközvetítést. Ilyen konkrétumok is vannak ebben a kezdeményezésben, hogy lehessen itt Erdélyben magyarul nézni azt a sporteseményt. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzetiségi kérdésekre egy néhány választ adjon, de egyáltalán kezdjen el foglalkozni vele az Unió. Ha bekerül egy minimális keret, egy minimális csomag ezáltal, akkor már nagyon nagy lépés, úgy gondolom, uniós szinten, hiszen az Unió felismeri, bevallja azt, hogy igenis vannak ilyen rendezetlen ügyei, amelyek a világháborúk után nagy részt szülték a
jogtalan határhúzogatások, és most ugyebár kiütik ezek, felütik a fejüket, és megjelennek akár egy ilyen kezdeményezésbe. Ezért kényes a kérdés, és ezért vannak olyan tagállamok, akik nem szeretnék az unió. Azt mondják, hogy bízzátok rá, mi megoldjuk, de mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen keretet kellene biztosítani, ezért kérjük a gyergyószékiek támogatását is ebben. Én az idén lettem megválasztva a Gyergyó területi RMDSZ elnöknek, és úgy gondoltam az egész csapattal együtt, mint ahogy az RMDSZ összességében, hogy minél több személyhez kell eljuttassuk ezt az üzenetet, és minél több gyergyószékit kérjük, hogy támogassa ezt a kezdeményezést. Elnök úr, ön elégedett lehet a gyergyószéki eredményekkel, de azt mondta, Isten nyugtassa, Dani Gergely plébános, aki adott, az még adjon, és aki nem adott, az adjon. Úgyhogy ezek az aláírások tényleg sokkal jobb, hogyha több van, mint 1 millió. Hát mindenképpen biztonsági szempontból is legalább 1 millió 100 ezer legyen. És sokkal jobb az, hogyha a Székelyföld még jobban érezteti a hangját. Tehát akkor előre, fiúk. Munkára fel. Munkára fel. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt tetszett lenni. Köszönjük szépen. Önnek is, elnök úr is. Akkor további sikeres tevékenységet is. Köszönjük szépen, és áldott ünnepeket a tévénézők. Áldott ünnepeket a gyermekszékhez. Hasonlók. Hát köszönjük, hogy velünk voltak, és remélem, hogy hasznukra is vált ez a beszélgetés, hiszen olyan dolgokról csevegtünk, ami, ha ki nem olvas újságot, nem néz állandóan televíziót, ami káros is az egészségre bizonyos szempontokból, az is okulhatott belőle. Reméljük, hogy most ettől eltekintettek, és végigmaradtak a körünkben, a hullámokon keresztül is, és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk önöknek is. Boldog ünnepeket, áldott karácsony, boldog új évet. Szépen.